Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! A mai sportmagazinunkban négy téma, összesen négy sportág kap helyet, ha tehetik, tartsanak velünk. Mikulás Kupa néven kosárlabda tornát rendeztek a Berecki sportcsarnokában. Radnóti Miklós immáron a 8. alkalommal hívta játékra a bajai középiskolásokat, a torna lebonyolításában ezúttal némi meglepetéssel. A nap során ugyanis Baja város friss világbajnokát köszöntötték a jelenlévők. A Mikulás kupát még 2006-ban hívta életre Radnóti Miklós, aki egyfajta évzáró fiesztának szerette volna betudni a kupát. Én amikor 2005-ben hazajöttem Bajára, akkor sok mindent elkezdtem, sportbál, Mikulás kupa és különböző rendezvényeket. Ezt is 2005-ben útjának indítottam itt a Bereckiben, és most 8. alkalommal sikerült megrendezni ezt a mai Mikulás kosárlabda kupát, illetve ünnepet. A célja egyetlen egy, hogy ugye a városból tovább népszerűsítsük a kosárlabdát. Az idei évben annyi változás történt, hogy nem teljes pályán, hanem fél pályán. 3-3 ellen játszottak a csapatok. A FIBA-nak, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek van egy új vonulata, ez pedig a B33, a 3-3 elleni kosárlabda, ahol egyébként van büszkesége Bajának is, erről esetleg később. És hogy ezt egy kicsit bemutatni itt a nagy közönségnek, illetve a középiskolások a 3-3 elleni játékban mérettessék meg magukat. Beszélgettem két játékossal, kérdeztem tőlük, hogy ez buli vagy véremenő csata, mindketten rávágták, hogy ez buli. Igen, tehát ez még ugye nem terjedt el, de azért van ennek világviszonylatban egy elég komoly tornája, a világbajnoksága, a különböző világversenyek. Én azt gondolom, hogy most bontogatja ez a sportág a szárnyait, tervek szerint az olimpiára is fölkerül, és azt gondolom, hogy jövője lehet ez egyébként a kosárlabda egyik ágának. A módosítás elnyerte a játékosok tetszését, egész nap remek hangulatban pattogott a labda. Inkább egy ilyen kis könnyed kikapcsolódásnak mondanám, tehát a keményebb edzések mellé egy kis levezetés. Ugye sok amatőr van, meg minden, így meg azért nem egészen olyan, mint egy ilyen profi valami szerint. Mennyiben más, említett sok amatőr van, oda kell figyelni azon csapattársaidra, akik azért nem olyan sűrűn fognak labdát, mint ti? Hát igen, figyelni kell, ugye a mozdulatoknál is figyelni kell, mert most egy-egy rossz lépés akár sérüléssel is végződhet, amit azért szeretnénk elkerülni. Inkább buli az egész, próbáljuk jól érezni magunkat, mert igazából nem sok csapat, van, aki igazából kosarazik is, tehát minden nap lejár edzésekre, úgyhogy igazából csak próbáljuk jól érezni magunkat. A torna különlegessége volt, hogy nem ritkán csapattársak feszültek egymásnak, hiszen a BNKK és a Bácska játékosai nem ugyanazon iskolákba járnak. Igen, tehát ez benne van. Így szép játszani szerintem. Megy az rika egymás közt ilyenkor? Természetesen. Ez a legfontosabb ilyenkor szerintem. Igen, azért olyankor, amikor már csapattársak játszunk, akkor azért van feszkó, meg próbáljuk szivatni a másikat, de szerencsére győztünk, úgyhogy... Hangulat? Nagyon jó. Vége van lassan az évnek, de azért még a Bácskával azért vannak feladataitok. Mit terveztél decemberre? Hát most hétvégén lesz a Bonyhád ellen meccsünk, ezt terveztük megnyerni. Igaz, hogy nehéz meccs lesz, de összeszedjük magunkat szerintem, és akkor győzhetünk. Aztán utána lesz még talán egy meccs, de nem tudom, meglátjuk. A torna derekánál rövid szünetet tartottak a csapatok, hogy időt szakítsanak egy kis ünneplésre. A magyar 3x3-as női válogatott ugyanis a nyáron Európa-bajnok lett, majd az őszi világbajnokságon a 6. helyen zártak a lányok. A válogatottban ott volt a Berecki korábbi diákja, Teodorán Alexandra, aki ráadásul Kínában megnyerte az ügyességi versenyt, így világbajnoknak mondhatja magát. A szövetségi kapitány Károly Andrea keresett meg, és úgy gondolom, gondolkodás nélkül igen mondtam rá, mert ez egy új dolog volt számomra, kihívás, és egy jó levezetésnek gondoltam az 5 kosárlabda után. Szeretted? Korábban is a streetbolt, úgymond? Annyira nem voltam benne, sokkal inkább fociztam, úgyhogy a kosárlabda ezt a területét annyira nem játszottam korábban. Fantasztikusan sikerült az EB. Ahogy esik, úgy puffan, úgy mentetek ki, vagy konkrétan a dobogót céloztátok meg? Tulajdonképpen mindig a következő meccsre koncentráltunk, ugye szerettünk volna a legjobb 8 között lenni, vagy legjobb 6 között, ez volt az elvárás a szövetségtől, de aztán hát meg sikerült megnyerni, minket is meglepetésként ért. Nem volt kimondottan elvárás felénk. Az Európa-bajnoki győzelem pedig kínai repülőjegyet ért, hiszen ott rendezték a 3x3-as világbajnokságot. A célok az volt, hogy a legjobb 8-ba kerüljünk be. Tudtuk jól, hogy mivel egy játékos hiányzott az EB keretből, ezért nem lesz ott könnyű pótolni. Sajnos nem is találtunk az ő posztjára valót.
Úgy gondolom, hogy amennyire tudtuk, megoldottuk ezt a feladatot, és ez a hatodik hely is szép eredmény. És azon leszünk, hogy jövőre, mert ugyanúgy megrendeznek jövőre is az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot, hogy javítsunk ezen az eredményeken. Egyetlen kérdés, az ügyességi versenyen világbajnok lettél, ez hogy jött, hogy elindulj, miért te mentél, és mennyire volt ez egyértelmű? Megmondom őszintén, fogalmam sincs, miért én mentem, nem is örültem ennek, hogy már nem kell, nem nagyon szeretek szerepelni, de úgy gondoltam, hogy ha már ott vagyok, akkor oda teszem magam, és örömmel töltött el, hogy a finálé különösen ennyire simán ment, és le tudtam győzni az ellenfelem. Alexandrát Radnóti Miklós mellett a városvezetést képviselve Havasi Ádám is köszöntötte. Én azt gondolom, hogy a sportnak mindig kell lenni egy üzenetének, és ha már van, és büszkén mondhatom, hogy van különböző sportágakban is ugye kiemelkedő bajai teljesítmény, így nem szabad elodázni azt, hogy szálljunk néhány percet arra, hogy a büszkeségeinket megünnepeljük, és természetesen így tesz a Berecki is. Ide járt Teodorán Alexandra jó néhány évvel ezelőtt sportágazatra, majd ugye tovább vitte az élet, és most jelenleg Szekszárdon kosárlabdázik, és tavasszal, nyáron Európa-bajnok lett a magyar válogatottal a 3-3 elleni kosárlabdába, most pedig egyénibe, ügyességi versenybe pedig világbajnok lett Kínában, amire azt gondolom, hogy büszke lehet mind a város, mind az iskola, és természetesen én is magaménak éreztem azt, hogy egy kicsit ráfigyeljünk, és megünnepeljük itt a Mikulás kupa, illetve a 3-3 kosárlabda alkalmával is. Alexa sikere előtt adózva a kosarasok bele is kóstoltak az ügyességi versenyek világába, és egy pillanatok alatt összeállított pályán tették próbára a tudásukat. A hibátlanul megszervezett nap végén egyébként a fiúknál a harmadik Béla, míg a lányoknál a Berecki győzelmét hirdették ki, de ezúttal valóban igaznak bizonyult, hogy mindenki győztes volt, aki jelen volt a Berecki sportcsarnokában. Trükköket tanultak szombaton a BLS-e focistái. A különleges edzés keretében egy háromfős freestyle csapat látogatta meg a fiatalokat, de a 2016-os év eredményeiről, sikereiről és a jövőbeni célokról is szó esett. Az egyesület az MNAMK sportcsarnokában hagyományos évzáró rendezvényét tartotta. Sokat volt a levegőben a labda szombaton délután, a gyerekeket valósággal lenyűgözte a három profil labda zsonglőr bemutatója. A BLS-e növendékei többek között ezt kapták évvégi ajándékba, és a látottak alapján ez jó ötletnek is bizonyult. Ráadásul volt is mit ünnepelni, hiszen a kicsiknek jól sikerült a 2016-os évük. Először döcögősen indult az idény, aztán kezdtünk belejönni. Hát ugye mindennek megvolt a maga rendje, mert az edzéseken se úgy teljesítettünk, de aztán, hogy már az edzések így egyre jobban mentek, ugye a meccsek és a kiemelt bozsikokon is a teljesítmény is egyre jobban ment a csapatnak. Mi említed a kiemelt bozsikot, jól sikerült ezen is a szereplés? Ott is ugyanezt a témát hoznám szóba, először nem, de aztán egyre jobban belejöttünk, volt amikor 5-ből 3-4 meccset is sikerült megnyerni, és hát a vége felé igen egyre jobbak lettünk. A nagypálya alatti korosztályok teljesítményével és fejlődésével a klub utánpótlás vezetője is elégedett volt. Vas János először vett részt a BLS-e évzáróján, a nyáron érkezett szakember ennek ellenére már otthonosan mozgott a játékosok között. Én maximálisan elégedett vagyok az edzőkkel, gyerekekkel is, úgyhogy a kölyök ligában, ami először volt itt a BLS-e történetében, maximálisan helytáll a csapat, sőt, ha úgy nézzük, mert nyilván eredményekről nem nagyon beszélünk, de eddig a tabellát vezeti a BLS-e, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez erőn felüli, sőt nem is erőn felüli teljesítmény, hanem nagyon elégedett vagyok velük. A többi korosztály bocsik programban is nagyon sok gyerek szerepelt, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki maximálisan helyt állt. Az utánpótlás csapatok közül az egyik legszebb eredményt az U17-es gárda szállította, a bajaiak a délnyugati csoport élén tölthetik a téli szünetet. Számunkra az ősz az viszonylag jól sikerült, első helyen zártunk a tabellán. Az ősszel volt egy-két hullámvölgy, de ugye az minden csapatnál előfordul, így nálunk is, de viszonylag jól zártuk az évet. Minek köszönhető az első hely? Miért volt most a BLS a legjobb az ősszel? Hát biztos, hogy az edzés munka miatt, az edzőknek a hozzáállása miatt, illetve a csapattársaim hozzáállása miatt, és hogy oda tettük magunkat. A négy nagypályás utánpótlás csapat közül kettő az MB2-ben, míg kettő az MB3-ban szerepel.
Az eredmények ugyan változatosak, de a fiatalok fejlődésével elégedettek a szakemberek. Ugye az U17-ben az ősszel az első helyen zárt a csapat, úgyhogy ez úgy gondolom, ez maximális dicséretet érdemel az edző, illetve a gyerekek is. A többi korosztályokban is úgy gondolom, hogy a lehetőséghez mérten mindenki kiválóan szerepel. Beszéljünk egy kicsit a PEC csapatodról, ugye nehéz helyzetben voltál, komoly létszám problémák voltak a nyáron, mennyire sikerült ezt megoldani, te edzőként mennyire vagy elégedett? Edző, illetve játékos problémáink úgy gondolom, hogy amennyire tudtuk, azt megoldottuk itt a fél év során, nyilván szeretnénk még több, még nagyobb létszámot kialakítani az U19-ben. A hozzáállásokkal maximálisan elégedett vagyok a gyerekekkel, gyerekeknek, mert minden mérkőzésen, illetve az edzésekhez is úgy állnak hozzá, ahogy én azt szeretném, és el is várom tőlük. A fiataloknak nagyon bejött a három freestyle-os vendég, a kezdeti megilletődöttséget követően bátran gyakorolták a trükköket. Jó, jók voltak, hát még van mit gyakorolnunk hozzájuk, de nekünk nem is ez a dolgunk. Nagyon ügyesek, gondolom, rengeteg gyakorlás van benne, igen, nagyon ügyesek, és tetszettek a feladatok, vagy a gyakorlatok. Van kedvenc a gyakorlatok a trükkök közül? Mi tetszett a legjobban? A világkör. A klub vezetése örült a sok mosolygós és vidám gyermek láttán, bevált az ötlet, hogy egy kis változatosságot hozzanak az évzárók megszokott menetrendjébe. Olyasmit akartunk, ami megint egy picit azért megmozgatja a srácokat, még a futballhoz kapcsolódik. Ugye az előző években mindig sorversenyek voltak, szülőkkel együtt egy kis foci, ugye a lányokkal, a rendezvényeinken ilyen volt. A freestyle a focihoz kapcsolódik, foci képességeket fejleszt, és azért együtt szerintem egy érdekes dolgot csinálhatnak. Az utánpótlás mellett a felnőtt csapat is a várakozásoknak megfelelően szerepelt az ősszel. Evanics Zoltán együttese a megyei első osztályú bajnokság 5. helyén áll, 6 ponttal a 3. helyezett Bácsalmás és 2 ponttal a 4. Kiskunfélegyháza mögött. Ugye mindig kétféleképpen szoktak értékelni egy sportegyesületet, vagy egy futballegyesületet, ugye mindig a felnőtt csapat, meg az utánpótlás. Az utánpótlásban én azt gondolom, hogy teljesen elégedett lehetek. Már őszintén szóval a felnőtt csapatnál is nagyjából azt a célt teljesítettük, hiszen 5. helyen állunk, az elsődbe vártuk, hogy benne legyünk. Én ott nagyon bízom benne, hogy tavasszal egy kicsit erősödve, mondjuk a Bácsalmás talán még meg tudjuk erősödni, bár nagy zakót kaptunk Bácsalmáson, de én azt gondolom, hogy most nem is ez az elsődleges. Ennek az évnek, az év végének, meg a jövő évi feladatnak a legfontosabb része, én azt gondolom, az alközponti megfelelés. Nagyon örültünk, nagyon nagy megtiszteltetés ez a felkérés, én azt gondolom, hát igyekszünk majd rászolgálni a dologra. Én azt gondolom, hogy a 2016-os év már a békenyugalom éve volt, ugyan nyilván itt az alközponti dolog körül volt egy kis csetapaté, de alapvetően én azt gondolom, hogy békésen tudtunk működni. Két nagy eredmény van. Az egyik nagy eredménynek látom azt, hogy végre az egyesületen belül főállású dolgozók képesek elvégezni azt a munkát, amit el kell végezni. Korábban sok problémánk volt abból, hogy nem tudtunk elég szervezettek lenni, mivel másod-harmad állásból érkeztek a kollégáink. Most 4 főállású edzővel végezzük a munkát. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a munkát segíti, és így meg fogunk tudni felelni az alközponti kihívásoknak. Hiszen az elnöki köszöntőben elhangzott, hogy a Kecskeméti Akadémia BL-esét kérte fel az újonnan létrehozott alközponti teendők ellátására. A cél az, hogy minél több játékos tudjunk feljebb adni, akár az akadémiára, akár NB1-es egyesületekhez, és minél magasabb szintre emelni a képzésünket. Az ünnepség végén a gyerekek ajándékokat kaptak, és az önkormányzat által felajánlott tortát is megkóstolták. Az edzések ezen a héten még folytatódnak, majd a rövid szünetet követően január közepén kezdődik újból a munka. Az országos csapatbajnokságon vettek részt a bajai cselgáncsozók. A Mogyi Bajai Judo Klub számára minden évben kiemelt eseménynek számít a CB, most sem volt ez másként. A miénk mindkét nemnél remekeltek. A bajai klub nagy reményekkel várta a csapatbajnokságot, hiszen a hiányposztokra sikerült megfelelő embereket igazolni, így a lányok és a fiúk is erős kerettel vettek részt a seregszemlén. A női csapatunk ráadásul címvédőként érkezett, így nem is lehetett más a céljuk, mint a győzelem. A gyengébbik nemnél körmérkőzéses rendszerben dőltek el a helyezések, a bajaiak az első mérkőzésükön rögtön a titkos esélyes Szatymos ellen léptek tatamira. Hogy mindenképpen érmes helyezés volt a cél, hát nagyon nehéz megvédeni egy bajnoki címet, és igazából látva az előnevezések alapján az ellenfél erős sorrendjét,
hát nem feltétlen az aranyérem volt a cél, az érmes helyezés igen, és én azt gondolom, hogy fölülmúlták a lányok a várakozást. Mesélj a szereplésről, mennyire vezetett rögös út az aranyig? Az első mérkőzésen rögtön az igazából titkos esélyes Szatymasz csapatával kerültünk össze, ahol két bosnyák olimpiai kerettag válogatott idegen légióssal állt föl a Szatymasz csapata. Ugye nálunk Pupréka a paksi atomerőmű eséből az 52 kilós versenyzők volt, Knetigen Mőke és Balog Daniella felváltva 57 és 63 kilóban indultak, illetve 70 kilóban Csete Margit versenyzett, és nehéz súlya pedig Szigetvári Mercedes. A tavalyi bajnok csapat állt föl tulajdonképpen így részünkről. A Szatymasz ellen 2-0 vezetés után úgy tűnt, hogy már sikerül a harmadik győzelmet is megszerezni, és ott Daniella a vezetés követően egy leszorítás helyzetbe került és kikapott. Innentől kezdett nagyon nehéz lenni ez a mérkőzés. Margit a jóval esélyesebb bosnyák válogatottól szintén kikapott, és jött egy kiki mérkőzés a Mercedes és a Nagy Kitti ellen, aki az U23-as OB döntőben már megverte Mercit. Mercedes nagyon okosan, taktikusan, két sidóval előnyt szerzett, és utána még le is szorította ellenfelét. Úgyhogy végül is megvolt a 3-2-es győzelem. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alaphangulatot adott a csapatnak, és onnantól igazából majdnem minden mérkőzést magabiztosan tudtunk hozni. Volt amelyiket 4-1-jel, volt amelyiket azért 3-2-vel, de ott is bebiztosították a lányok a győzelmet. Le a kalappal előttük, hol Margitnak kellett, hogy hozza a mérkőzést, hol Daniellának, hol Emőkének. Tehát mindig valaki oda tette magát, és azt gondolom, hogy a lányok szenzációsat produkáltak. Ez a teljesítmény pedig címvédést és aranyérmet eredményezett. A férfi csapatunk sem szeretett volna lemaradni a hölgyek mögött, és majdnem sikerült is lemásolni a teljesítményüket. A bajaiak egészen a döntőig meneteltek, ahol aztán vereséget szenvedtek a nagy esélyes paksi csapattól. Éremmel akartunk hazatérni, ez sikerült is, másodikak lettünk. Szerencsére a sorsolásunk az kedvező volt, az alsóágra kerültünk. A Kecskemét csapatával kezdtünk, ahol 4-1-re megvertük a Kecskemétet. Ezután jött az elődöntő, ott a Lányvár csapatával kerültünk össze. Ott is 4-1-re tudtunk győzedelmeskedni. És a döntőben pedig a Paks csapatával kerültünk össze, aki egy igen erős csapatot hozott. Ott pedig 4-1-re sajnos kikaptunk. Mennyire volt telített a csapatunk, vagy voltak-e esetleg lyukas súlycsoportok? Milyen volt most a bajai gárda? Jó csapatunk volt, úgy gondolom. Igazoltunk egy miskolci fiút 90 kg-ban, az sajnos nem volt bajai versenyző 90 kg-ban, de jó igazolásnak bizonyult, mert 3-ból 2 meccset tudott nyerni ő is. A többi csapatunk közül a másodosztályú női gárdánk az 5., a harmadosztályú férfi együttesünk pedig a 3. helyen zárta az országos bajnokságot. A sikerek értékét növeli, hogy egy nagyon erős mezőnyben sikerült elérni ezeket az eredményeket. Igen, ez talán azt tudom mondani, hogy a korábbi évekhez mérten jóval erősebb, de most minden korosztályban, legyen az a harmadosztály, másodosztályú csapatok, tényleg megpróbálták a legerősebb felállást kitenni. És én azt gondolom, hogy ezért is jó volt bajainak lenni ezen a napon, mert hogy összesen 5 csapattal indultunk, első, másod, harmadosztályban, és összesen 3 igazolt versenyzőnk volt ebben az 5 csapatban, 2 az első osztályú lányoknál, 1 az első osztályú fiúknál, és a többi csapatnál is itt szót kell ejteni másodosztályú lánycsapatainkról is, ahol az egyik csapatunk 5. helyen végzett, a másik sajnos kiesett, nagyon-nagyon kemény mérkőzéseken és szépen szerepeltek, illetve hát a harmadosztályú fiúk pedig 3. helyet szereztek. A bajaiak számára ez volt az év utolsó versenye, a miénk már csak egy Mikulás kupát rendeznek pénteken délután, ahol a klub legfiatalabb sportolói házi verseny keretében mérik össze tudásukat. Ezt követően pedig megkezdődik az alapozás a jövő évi feladatokra. Kazincz Barcikán zárták az évet a Kick Thai Boxing Team bajos sportolói. Mezőfi András 3 tanítványát szerette volna nevezni a Mikulás kupára, azonban egy sérülés miatt végül csak 2 küzdhettek. A végeredmény szempontjából felemásra sikerült a hétvége, de a bajai mester ennek ellenére elégedett volt a látottakkal. Hosszú és fárasztó év végén készültek a zárásra a Kick Thai Boxing Team bajos sportolói.
A kazincbarcikai versenyt megelőzően szinte minden hétre jutott valamilyen erőpróba, hol az utánpótlás, hol pedig az idősebb korosztály utazott versenyre. Emellett 2016-ban kettő rangos gálát is rendezett Mezőfi András és csapata. A mostani hétvégén a szép zárás volt az elsődleges cél. Három versenyzőt neveztem eredetileg, a Kis Péternek sajnos a lába sérült volt, őt nem tudtam elvinni, és a Blazsev Istvánt és a Török Dénes Milánt vittem vittük fiam a Mezőfi Rihárddal együtt természetesen, egy nagyon rangos 17. Mikulás kupára, ami gyakorlatilag egy este egy gálával végződött, és ezen a gálán megtiszteltetésért bennünket, meghívtak bennünket, és ott tudtunk küzdeni. A kettő harcosunk közül Török Dénes Milán full Muay Thai mérkőzést vívott, azaz a térd és a könnyök technika egyaránt engedélyezett volt. A 14 esztendős bajai sportoló egy kemény felkészülést követően lépett ringbe egy hazai harcos ellen. Rengeteg erőléti és technikai edzéssel, és úgy gondolom, hogy a fizikailag nem voltam teljesen, hiszen az első menetben már nagyon elfáradtam, de ezek mellett úgy gondolom, hogy tényleg nagyon szoros mérkőzést tudtam játszani. Fizikumot említed, milyen volt maga a meccs, valóban kellett a fizikum, vagy inkább egy technikai meccs volt? Hát a technika is nagyon nagy szerepet vállal, de itt mindenek mellett ugye kevés volt ugye a levegőm, elfáradtam, és ezokból kifolyólag már nem is bírtam különösebben végigmenni. A Muay Thai az mennyire az otthonod, vagy mennyire egy kirándulásként fogtad fel ezt a mostani mérkőzést? Hát így konkrétan full Muay Thai-ban még nem mérkőztem. C kategóriásban már igen, ugye ahol könyök technika nem volt, se fejtérd. Itt viszont a fejtérden kívül sikerült mindent alkalmazni, amit bírtam. Hogy élted meg a 2016-os évedet, mennyire vagy elégedett a történésekkel? Hát elégedett vagyok vele, ha nem is minden meccsből győzre jöttem ki, de rengeteg tapasztalattal. A pontozásos vereség ellenére Mezőfi András nagyon elégedett volt tanítványa teljesítményével. A másik bajai harcos Blazsev István volt, aki szintén egy barcikai fiú ellen vette fel a küzdelmet. Egy nagyon jó ellenfelet kaptam, az első néhány percben megpróbáltam megfigyelni a technikáját, és a támadásaimat erre felépíteni, ami szintén elég jól sikerült. A meccs folyamán kétszer padróra küldtem, és a meccs végén egy hangú pontozással nyertem. Mesélj erről a taktikáról, amit be kellett vetni, mi vezetett eredményre most Kazincbarcikán? Hát igazából a térdekkel próbálkoztam, ugrótérd, valamint fogásból térd, és ezekkel sikerült padlóra küldenem. Jól zártad 2016-ot, a bajai események is emlékezetesek voltak, illetve most a barcikai is, gondolom elégedett vagy. Elégedett vagyok, rengeteg tapasztalatot szereztem ez a idei év meccsei alatt, és megpróbálok ugyanilyen eredményeket elérni továbbra is. Van különleges célod 2017-re, vagy ahogy esik majd? Hát az a cél ugyanaz, jó eredményeket elérni, és minél több győzelmet szerezni. István számára remekül sikerült az év vége, hiszen a mostani hétvégét megelőzően a novemberi bajai Fight Night-on is emlékezetes győzelmet aratott. A kettő fiatal harcos teljesítményéről a felkészítő mester is elmondta a véleményét. A legfontosabb az, hogy számunkra, hogy a mind a két utánpótláskorú versenyzőnk a gálának a fő mérkőzései között szerepeltek, tehát az utolsó 6 mérkőzésbe, és ami nagyon fontos volt számunkra, hogy a Török Dénes Milán egy full Muay Thai meccset tudott játszani. Nyilván a korához képest 14 évesen ez egy óriási kihívás számunkra, hiszen ez egy könnyök technikás volt, könnyökvédővel, természetesen fejvédővel, és egy nagyon-nagyon szoros, nagyon jó mérkőzést vívott egy ottani kitűnő versenyzővel. Egy hajszállal vesztettük el a mérkőzést, én azt gondolom, hogy 14 évesen full Muay Thai-ba odaállni, ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagy kihívás számunkra, és azt gondolom, hogy a Dénes a jövő egyik nagy versenyzője lehet, hiszen megkaptuk a jó hírt, ugye, hogy a olimpiai sportág lesz a Muay Thai 2024-től, és most az előszobájában benn vagyunk ugye az olimpiának, úgyhogy mi nagyon, nagyon fontosnak tartjuk ezt az águnkat. Másik kitűnő versenyzőnk a Blazsev István, aki szintén ugye mind a ketten baján is bizonyítottak már, hogy jó versenyzők, nyilván utánpótlás korúak mind a ketten, István 17 éves, ő egy nagyon kőkemény helyi harcossal, kazincbarcikai harcossal küzdött, Milán is, Dénes is egyébként, tehát ő is egy kazincbarcikai fiú,
fiúval, és egy óriási meccs kerekedett ki ebből a K1 mérkőzésből, és 75 kilóba, 17 éves volt az ellenfél is, és itt már nem volt fejvédő, és hát tényleg mondhatjuk úgy, hogy egy a bajai mérkőzés emlékezetes volt, de ez ugyanolyan emlékezetes volt számunkra. Ami fontos az, hogy az István a harmadik menetbe egy testérdel, illetve egy ugró fejtérdel is le tudta küldeni padlóra az ellenfelet, és utána pedig még egyszer egy leütéssel, tehát kétszer padlózott az ellenfél, és egy fejsérülés miatt az orvos megállította a mérkőzést, azt megnézték, gyakorlatilag kiszámolták volna, nyilván a fejsérülés az megóvta ettől. Nagyon elégedett vagyok mindkét versenyzőmvel. A klub számára ezzel véget ért a 2016-os versenynaptár, egy rövid pihenőt követően majd januárban folytatódik a munka a Kölcsey utcai edzőteremben. Friss sportmagazinnal ebben az évben utoljára jelentkeztünk, viszont a két ünnep között megszokott módon majd összefoglaljuk a 2016-os év legfontosabb eseményeit. Tartsanak akkor is velünk, töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!